Ladies and gentlemen, Habosi Barney, Henry Kettner és Török Ábel. Trió, két órás élő show a 98.6 Manna FM-en minden pénteken 19 órától. Tudjuk, mit csinálsz péntek este. Kiderült, melyik korosztály nyeri meg nagyon a koronavírus helyzetet anyagi értelemben. Mondani fogjuk ezt is, illetve a mi korosztályunk most jelenleg, illetve mi is megsínlettük ezt, ugyanis ez egy nagyon rendhagyó adás, hiszen a trióból félig duó lett, vagy ilyen kettő és fél lett, ugyanis nincs itt velünk ma Török Ábel. Igen, Ábel sajnos egészségügyi. Hát koronás lett, úgyhogy igen. Ő most sajnos úgy néz ki, hogy szerintem jövő héten sem fog jönni. Tegnap derült ki, úgyhogy biztos, hogy nem, mert ugye 10 nap minimum a karantén, de hát inkább 2 hét, úgyhogy nem lesz szába jövő héten se. És most viszont van egy vendégünk. Most hagyd szólaljak már meg, annyira beszélhetnékem volt, én már voltam itt nálatok. Így van. Miskovics Marci van velünk egyébként. Sziasztok, köszönöm a meghívást egyébként, és Ábelnek pedig jobbulást kívánok innen is, és megpróbálom helyettesíteni már, amennyire lehet. Biztos, hogy fogod tudni. Marci egyébként nagyon profi, majd erre fogunk beszélni már a műsorozat, és nem új neki. Tehát köszönöm. Otthon vagy itt a mikrofonok előtt. Még, ez olyan jól esik. Figyelj, kezdted régen a Viván, ott vezettél műsorokat, RTL-en is voltál, azért már elég nagy helyeken, és ez szerintem azért a karriered csúcsa az, hogy itt lehetsz a Manna FM-en a trióban. Ez abszolút így van, voltam más kereskedelmi rádiónál is, egyébként pont a Balázsék előtt, de azt engedjük el, azt hagyjuk, az nem is számít, de egyébként igen, én amúgy nagyon szeretek rádiózni, és nagyon szeretem a rádiót, úgyhogy ez tényleg amúgy ez respekt, hogy meghívtatok, és tök jól esik amúgy, hogy csak így beugrósként is, én ezt nagyon élvezem. Meg mi köszönjük, hogy eljöttél, segítesz nekünk. Ne viccelj, majd a számlát azt adom. Jó. Ne nekünk küld. Valakinek mehetünk, ne nekünk. Küldöm az ügynökségnek, jó? De bocsánat, amúgy srácok, én amikor megláttam, hogy átküldtétek a témákat, hogy mik lesznek a témák, influencer díját adom, miért nincs Magyarországon. Volt ilyen? Tehát, hogy én ott csak azért tudom, mert műsorvezető voltam ott, tehát nem álmodhattam. De várjál, melyik? De lehet, hogy álmodtad. Kimondhatom, biztos kimondhatom, az egyik klubban akvárium klubban volt, és egy vagy két. Az más, nem? Te szerintem az influencer fesztiválra gondolsz. Most, lehet, hogy arra gondolsz. És az más. De hát díjakat adtak át, Barni. Díja? Esküszöm, díjazottak voltak. Csak minket nem hívtak. Hol van? Azt nem tudom, de különböző kategóriában díjakat adtak át, és nagyon sok díjat. De milyen kategóriákban? Szóval, mit tudom én, legjobb TikTok-kel, legjobb mit tudom, Instagram felhasználó, legjobb YouTube-os, nem tudom már mi volt. Akkor mondjuk fura, hogy nem volt. De nem akarom magunkat dicsérni általában azért. De fura volt nekem is, hogy nem vagytok ott egyébként. Meg vagyunk hiba legalább. Nem is, hát meg azért jelölni is szoktak egy-két dologra. Na jó, a Barni szerintem a videós gálár gondol, mert az egyik legnagyobb influencer. Az volt szerintem a legnagyobb ideig. De az, amelyik ott volt a Budán, a szimbólban. Igen, a szimbólban. Azon én nem voltam. Nekem pedig kettő is volt. Az első nekem nagyon tetszett, megmondom őszintén, nagyon tetszett, a második az már nem, az már sok volt. Legjobban mind a kettőben a buli tetszett egyébként. Igen. A végén. De ingyen fia voltam, úgy Harry? az tetszett neki. nem emlékszem, rég volt. Ja? Jó, oké. Okay. De mondjuk, hogyha ezt összehasonlítjuk egy mit tudom én, sztori gálával. Azért más. Azért más. Nagyon azt más. Azt kell mondjam, hogy például én azért, pedig én is influencer kategóriába tartozok, nem mondom, hogy ellene vagyok, de nem érzem ennek értékét, hogy itt mi díjakat kapjunk. Tehát oké, vannak ügyesek, több százezer ember, akár millió ember követi, de nem érzem úgy, hogy nekünk ez egy díjat kell. Hozzáteszem, vlog kategóriára is adnak díjat. Tehát, hogy a legjobb napi vlog. De nem, hogy én abba építettem fel magam, hogy most nem a beauty vloggerek, gamereknek szól ez, vagy ellen, egyáltalán nem. De hogy például magamnak, én se tartom magam, tehát hogy most adnának egy díjat a vlogolás, én ezt nem. Meg az a vagy a vlog, az nagyon személyes szerintem. De nem fogadnád el, Harry, azt mondanák, hogy te vagy 2021 legjobb napi vlogos, és nem fogadnád. Azt mondja, figyelj, ez nekem derogál, én ezt nem fogadom el. De hát nem mondanád ezt. Hát kitennéd a polcra ott. Beszédni mondanád, hogy bocs is látszak, ezt nem fogadtam. Elfogadnád. Ez a trió, a péntek esti show. Van egy szakértő mindig, a mai adásban is van egy szakértőnk. Halló, halló. Sziasztok, srácok, el sem hiszem, hogy bekerülhetek a műsorba. Csötes. Sziasztok, mi a helyzet? Tudnék beszélni. Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm, jól vagyok. Itt a viszonyokhoz képest jól vagyok. Pálinkát ittál már? Tessék? Pálinkát ittál már, az jó gyógyszer. Nem, azt nem. Harry is jól helyettem. Viszont nagyon sok C-vitamint, meg gyömbérsátot, ahogy a Barni mondta, ha jól hallottam, Barni, te mondtad. Igen, és jobban is vagy tőle? Hát, egyébként nem tudom, hogy az hat-e, de így szerencsére tényleg nem vagyok olyan rosszul. Tehát, hogy amit mondtatok, az ízlelés, elvesztés, hát az mondjuk nem érzem olyan intenzíven az ízeket. Bár kezdjük az elejéről, Ábel. Mikor érezted azt, hogy valami baj van? Miért mentél el tesztre? Tehát hogy indult az egész? Volt a legelső jel? Múlt héten, amikor hazamentem a rádióból, akkor éreztem azt, hogy valami nem oké, és mert mintha picit ilyen fáradtabb lennék a szokásosnál. Hát ezért mondtuk, hogy ne nyalogasd a mikrofont.
Akkor jó, hogy helyen örülök, nem igazából, ahova beszélni úgy, szoktál, ennek örülök. Igen, igen, igen. És akkor igazából csináltam itthon egy autótesztet, amit a patikában is lehet kapni. Autó sikerült? Ez ettél? Kreszteszt volt? Nem úgy autóteszt, hanem amit a patikában saját magadnak megcsinálsz. Gyors tesztet, tesó. Gyors tesztet. Utána valahogy éreztem, hogy azért mégiscsak elmegyek egy rendes tesztre, egy PCR-tesztre, és akkor igazából az kijött pozitívra. És mondták nekem a PCR-teszten, hogy ha lehet egy nappal később csinálom meg azt a gyors tesztet, akkor az is már pozitívat mutat. Egyébként ezek a gyors tesztek... Nagyon sokat számít, hogy mikor csinálod. Abel, ajánlasz valamit? Jobbulást? Nem, várjál, ajánlasz valamit. Azt nem, de jobbulás. Hogy ne. Ajánlasz valamit azoknak, akik esetleg most lettek pozitívak, vagy már egy pár napja pozitívak, hogy neked mi az, ami egy picit bevált, mi az, amit jobban vagy, még ennyi. Ábel! Ajaj, reméljük. Ez nem egy jó jel. Eltűnt Ábel. Ábel eltűnt. Akkor viszont szerintem menjünk tovább. Írták egyébként nekünk. Halló. Bocsánat. Hol voltál? Erőltessétek a pihenést. Le voltam mute-olva. Mit csináltál? Szerintem aki még érez is magában annyi erőt, hogy bármit is csináljon, ne csináljon. Pihenjen. Ti megcsináljátok a műsort rendesen helyettem is. És egyet eddig élvezed? Még ennyi? Hát, mondjuk. Na jó, van, köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem Ábel élvezi-e, az volt a kérdés, hogy betegség. A műsort. Jaj, a műsort. Kicsit elveszettem a fonalat. Bocsánat. Köszönjük szépen, Ábel, hogy itt voltál. Jobbulás, pihen ki magad. Ciao, Ábel. Szia. Szerintem összerakja magát. Az az igazság, hogy Ábel elvitt egy blokkot. Tehát lett volna még témánk, de Ábel elvitt egy blokkot. Én azoknak, akik esetleg covidosok, még azt tudom ajánlani, hogy eunácia cseppet egyenek, vagy így milyen, a mit? Eunácia, mi bajod van? Ez a neve, hogy eunácia csepp, és... De nem, fura hangzott valami. Igen, én is kicsit megijedtem, hogy mi lesz ebből. De remélem jót mondtam. Ez egy olyan csepp, ami vírusölő, és nekem nagyon sokat segít. De nem más rá. Tudod, hogy megijedtem? Ez para volt. Ez majd inkább... Eunácia. Jó, oké. Ehinácia. Ehinácia! Ó, egy tapsó! Kapjuk a segítséget! Ez a trió, a péntek esti show. Én nekem képzeljétek el, hogy egy másfél éves kapcsolaton vagyok túl, és szerintem azért... Már nem vagy kapcsolatban? Nem vagyok már kapcsolatban. Nem tudtad? Marci, hát gyönyörű barátok. Nem, semmi. Taps gombot most nem nyomok. Most nagyon, ez kicsit szomorúbb téma, de nem, szerintem amúgy azért sokba hozzájárult a karantén, meg a korona helyzet ahhoz, hogy nagyon sok időt voltunk összezárva. Esküszöm, most nem hiszed el? Én nem írtál rá. Miért nem vele beszél ezekre? Miért tűnik rá az ilyen ügyben? Nem tudtam, tényleg. Hát egy szép barátnőd volt, gyönyörű barátnőd volt. Meg jól megvoltatok, még egy csónakos képet látom. Az összes barátnőm szép szokott lenni. Bocsánat, te vagy. Legalább ő. Nem, tényleg, igen, jóba vagyunk meg, hogy abszolút meg minden, csak hogy nem vagyunk együtt. És amikor mit otthon... Mit jelent, hogy jóba vagy? Amikor otthon... Hát, hogy jóba vagy. Tudod te, hogy mit jelent ez szerintem? Hát együtt hordtok mackót. Amikor otthon vagytok, akkor inkább farmer, vagy inkább mackó nadrág? Öltöny. Vagy valamilyen nadrág egyáltalán. Öltöny. Harry azt szerintem tuti, hogy otthon szövet kabátban van. Nem, én szerintem Harry tuti, hogy ilyen... Szerintem semmibe. Szóval csak egy kabátban. Csak ez a kócos haj. Szemüveg sincs rajta szerintem. Ne, szemüveg nem az nincs. Van, amikor naturba vagyok, de nekem mindig kell, hogy egy poló és egy alsó. Mi az, hogy natur? Az, hogy mesztelen? Hát igen, amikor szellőztetem. Semmi nincs rajtad? Nem. Szellőztetni szoktam. Nem, amúgy alapból este például aludni csak pólóba és alsó gatyába tudok. Másba tényleg nem. Én félmeztelenül alszok, ez nagyon érdekes. Csak egy boxerbe. Engem zavar, hogyha hozzáér a takaróz a felső testtel. Ez most komolyan. És van ilyen. De valaki amúgy mesztelenül szokott aludni. Nagyon sok ember mesztelenül alszik. Van, amikor leveszem az alsógatját, mert hát, ez zavar. Hát amikor szombat este hazásel is. És akkor nem csak, akkor igen. Egészségtelen egyébként alsógatjába, alsónadrágba aludni, ezt tudtátok? Igen. Mert feszíti a... Én a nekem micsodát. A dolgokat. A dolgokat. Ez a trió, a péntek esti show. Mi a hangod, amikor beszélsz, de viszont például a zenékben karcos mondhatom neki. Azt, igen, más hogy nem is az, hogy dallamosabb, de hogy azért ilyen nyilván... Azt szeretnéd, hogy énekelve beszéljek veled? Nem, beszélhetsz úgyis, hogyha szeretnél, de hogy teljesen más a beszéd hangod, mint amit nyilván éneklés közben produkálsz. Hát figyelj, amúgy ennek úgy örülök, hogy szerintem egyébként több féle stílus tudok hozni, mert ebben, hogy így nézzük, hogy mély, magas, mert nem, szerintem van egy ilyen rappersebb hangom, az a mélyebb, amit most is hallasz szerintem, és most van az énekesebb, ami pedig ugye, amit ma az a kartosabb, a Marci mondta, hogy az előbb. Tudod beszélni?
Nem. De egyébként bocsánat, nekem az megütötte a fülem, és azért szerintem mi jól ismerjük egymást, és ezt nem tudtam rólatok, hogy ti hogy akartok mondjuk így producerkedéssel is foglalkozni, magat, előbb-utóbb én magatoknak csináljátok a zenét amúgy? Bocsánat, hogy gyors válaszok, hogy, hogy azt gondolom, hogyha csinálsz valamit az életedben, akkor már minél jobban a te kezedben legyen az egész. Tehát hogyha én úgy gondolom, hogyha már ezt elkezdtem, akkor nem csak azt akarom csinálni, megírom a szöveget és rárepelem, hogyha már ezzel foglalkozok az életet, és nincs más dolgom, akkor meg tudok igenis stúdiótechnikát, meg tudok igenis hangszereken zenélni, meg tudok akár táncolni, amit kell, érted, vetkőzni, bármit, ami amiről. De ez abszolút becsülendő, egyébként igen. Bruno, ez benned is megvan, hogy amúgy így mondjuk dalszerzéssel ilyen szempontból foglalkoz. Igen, igazából. Az most is megvan benne. Nekem otthon van egy ilyen nagyon basic ilyen kis stúdió szettem, de ez tényleg az a legalapabb hangfal, hangkártya, mikrofon, minden ilyesmi. És azon, hogy elkezdegettem, de azt mondja, most költöztem télen, és akkor az kicsit úgy beledobozolva, azt most pakoltam ki, nem szálltam teljesen össze, de egyébként a Laci is mondott, hogy azért jó, hogyha ugye ezeket a részeket is te csinálod, ugye minél több, tehát minél az információ minél több szaladod át, annál jobban kopik, és a te eredeti képzésed annál jobban itt törezik lefelé. Ha viszont ugye csak te csinálsz mindent, akkor a te fejedbe úgyis meg vagy, mi fog szólni. És kacok, mi azért mi ismerjük egymást, viszont szerintem a hallgatók ezt nem feltétlen tudják rólatok, főleg akik esetleg most ismertek, az, hogy honnan? Honnan ismerjük egymást, igen. Nem tudom, honnan. Zene miatt is? Bocsánat, a Lacit régóta ismerem, a Lacit szerintem régebb óta ismerem, mint a Brunót. Szerintem biztos. Igen, vele sokat olyan furaj Laci. Igen, nekem is furaj. Spákról beszélünk, sokat bulisztunk együtt, és a Bruno egyszer csak odajött, ez egy hatalmas sztori, egyébként Bruno odajött, szia tesó, na figyelj, hogy mi is elkezdünk zenélni a Lacival, tudod, akkor viszont én nem tudtam, ki az a Laci, ki az a Laci. Elkezdünk zenélni, és tesó, és izé, láttam, ki jött a számod, egy buliba. Ki gondoltam? És mi is jövünk, trappet fogunk nyomni, izé. Jó van, gyerekek, oké, kisgyerekek, utána azt látom, hogy így elhúznak, mondom, azt a rohadt életben mi történik itt, és azóta világsztárok is nem állnak velem szóba, de mindegy. Pak, te honnan szerzed az inspirációt? Én, hát igazából bárhonnan, ahonnan tudok. Tehát az élet. Ő tulajdonképpen egy kreatív elme. Kimegyek az utcára, és meg tudnak ikletni a beleszív a levegőbe. Ahogy napsüt rám, ahogy megfúj az szarcomat, elsétálmáltam egy szépen, bármi, érted? Sörtön egy zene. Visszatérve a témára, még annyit mondanék, igazából mindig ezt mondjuk, amikor közös munkáról van szó, hogy szerintem tökéletesen kiegészítjük egymást a Brunóval nagyon sok szempontból, szóval emiatt egyszerűen megy a munka, és nincsen, hogy megakadunk, nincs szerintem verseny, egészséges versengés van, nincs olyan versengés, ami bármi problémát tudna okozni. Szóval én... Egy csapat vagytok. Így van. Ladies and gentlemen, Abosi Barni, Henry Kettner és Török Ábel. Trió, két órás élő show a 98.6 Manna FM-en minden pénteken 19 órától. Tudjuk, mit csinálsz péntek este.